felkészülés elég kemény, napi két edzések vannak ugye, aztán most így meg volt az első felkészülési mérkőzés, egy elég nehéz meccs volt, egy erős ellenféllel, de szerencsére sikerült nyerni. Szerencsére be is tudtam találni, egy szöglet után egy lecsorgót tudtam értékesíteni, és örülök, hogy vissza tudtam jönni ide Diósgyőrbe, remélem, hogy minél több lehetőséget kapok, és tudom segíteni a csapatot. Hát én úgy gondolom, hogy ez az edző mérkőzés, itt a terhelésen van a hangsúly, úgyhogy jó volt játszani. Hát új a csapat, új a közeg, tehát még meg kell szokjam, úgyhogy, de úgy gondolom, hogy amit láttam, bízom benne, hogy jó lesz. Amikor első nap érkeztem csütörtökön, akkor is már láttam a srácokat, hogy ilyen, tehát jó befogadóak, be is fogadtak, úgyhogy mint ez is mutatja Szulics is, hogy átadta a tizit, úgyhogy hát igen, bízom benne, hogy összekovácsolódik a végád, és jó csapat lesz. Két és fél hetet edzettem az Etével, mielőtt eljöttem, úgyhogy edzésben vagyok, de hát igen, össze kell szokjunk, meg kell ismernem a srácokat, ők is engem, hogy miként mozgok, és hát meg javítanom, érzem még, hogy kell az elő, úgyhogy azon leszek, hogy minden jobb állapotban legyek. Szerintem jó volt. Négy úgy túl játékos, és szerintem jó volt meccs. Első feldő, és utána második feldő játszik. Mester szerintem szeretli mi játszani csapat. Now English. I'm happy I scored 2 goals. One goal, one. És akkor innen, angolul. Boldog vagyok, hogy szereztem egy gólt, és kiharcoltam egy 11-est. Remélem, hogy augusztus 1-én, az első fordulóban is hasonlóan tudunk majd kezdeni. Boldog vagyok azért is, hogy Könyves Norbi betalált, mert tudom, hogy ez nagyon fontos egy új játékos számára. Mindig jó érzés góllal debütálni egy új csapatban. Úgy érzem, hogy igyekeztünk mindent megtenni, amit a mester kért tőlünk. Fontos, hogy már az első felkészülési mérkőzésen győzni tudtunk, hiszen minden nap keményen dolgozunk, és ez így lesz a folytatásban is. Jó a hangulat az öltözőben, és biztos vagyok benne, hogy szép dolgokat fogunk még együtt véghez vinni. Just to keep a good atmosphere in the chapat, and for sure we will make good things.